A mindegy 2900 milliárd forintos vidékfejlesztési forrás három nagy intézkedés csoport között oszlik meg. Az első csoportot alkotják gazdaságfejlesztési intézkedések, amelyekre az összes felhasználható keret, mindegy 52 át 1500 milliárd forintot fordíthatunk. Ez a 2014-20-as időszakhoz képest négyszeres forrásnövekedés. Ebből a keretből több mint 400 milliárd forint jut az élelmiszeripar számára. A 21 gazdaságfejlesztési intézkedés közül 6 a mezőgazdasági üzemek, 2 pedig az élelmiszerfeldolgozás fejlesztésével, 8 vállalkozás fejlesztéssel és a generációs megújulás támogatásával, kettő a mezőgazdasági vízgazdálkodással és 3 a kockázatkezelési rendszerrel foglalkozik majd a második a zöld jövőt szolgáló intézkedéscsoport. Uniós elvárás volt, hogy a vidékfejlesztési pénzek több mint harmadát klímavédelmi célokra fordítsuk. Így erre mindegy 1000 milliárd forintot fogunk költeni. Ez két és félszer több, mint az előző ciklusban. A gazdaságfejlesztési természetű intézkedések sok esetben környezeti és klímacélokat is szolgálnak. Ennek megfelelően külön zöld beruházások is lesznek a tervben. Továbbra is támogatott lesz a Natura 2000 erdő és gyépterületek fenntartása, az állati és növényi génmegőrzés, valamint az állatjóléti támogatások is folytatódnak. Az agrár környezetgazdálkodási és az ökológiai gazdálkodás folytató kifizetések is megmaradnak a 2021-ben megismert emeltettségköltségekkel. Hangsúlyos marad az erdészeti ágazat fejlesztése is. A 22 beavatkozás közül az AKG és az Öko mellett 7 az erdészeti ágazatot, 5 az állatjólétet és az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelmet, 8 pedig az egyéb környezeti és klímamérelmi célokat szolgálja majd. A harmadik csoportra, a megújuló vidékre a kettes piléres támogatások 10%-át, azaz közel 290 milliárd forintot terveztünk. Az előző időszakhoz képest itt is több pénzt tudunk elkölteni, mindegy negyedével. Kiemelt figyelem irányul a mezőgazdaságban a tudásátalás fejlesztésére és az egész élelmiszergazdaság vonatkozásában az innováció elősegítését szolgál a támogatásokra. Két beavatkozás a kistelepülések fejlesztését, tíz a vidékfejlesztési együttműködések erősítését, a közösségi fejlesztéseket, négy pedig az agrátudást és az innovációt támogatja majd a képzéseken és a szaktanácsadáson keresztül, illetve a bemutató üzemek gyakorlati tapasztalatainak átadásával. A vidékfejlesztési támogatások pályázati kiírásai várhatóan 2023. második fél évétől indulnak. Az elsők között valószínűleg terület- és állatlétszám alapú támogatások lesznek, például az antimikrobiális rezisztencia kialakulása elleni küzdelmet, és az élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházásokat ösztönző intézkedések. Ezeket követik majd a gazdaságfejlesztési és a klímavédelmi felhívások.